2015-ben lakossági igényfelmérés, 2016-ban pedig már a minisztérium illetékeseivel való tárgyalások készítették elő Salgó Tarján Modern Városok programjához való csatlakozását. Idézte fel a kezdeteket Fekete Zsolt, a város polgármestere, a miniszterelnöki találkozóhoz kapcsolódó tájékoztatóján. Ebből a tervezetből, ami alapját képezte a 21-i tárgyalásoknak, a város által egyes pontok kihullottak, illetve a tárgyalások folyamán több új elem is bekerült. A tervezésnél fontos irány volt, hogy a város üres ingatlanjai hasznos új funkciókat kapjanak. A gazdasági élénkítésnek fontos eleme a 21-es négysávosítása, és ezt a célt szolgálja új iparterületek megszerzése is. Salgótarján mind a barnamezős területekre fejlesztési csomaggal bírt és rendelkezett. Azokra a barnamezős területek megvásárlásán kívül, amelyel fejlesztési elképzelésekkel és koncepciókkal rendelkezik a város, miniszterelnök úr nagylelkűségből plusz javaslataként arra adott lehetőséget, hogy Salgótarjánban az összes barnamezős területet és még szabad, nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő zöldmezős iparterületet megvásároljunk és próbáljunk a gazdaságfejlesztés reményében felhasználni. Ennél a programpontnál a miniszterelnököt kérte a polgármester, hogy segítsen beruházásokat irányítani ebbe a térségbe. Munkacsoportok megalapítását igényli a turisztikai fejlesztési csomag kidolgozása és a tömegközlekedés javítására benyújtott elképzelések országos koncepcióba való beillesztése. Megemelt támogatást kapott azonban a sportturisztika. Hogy megemelt támogatás történt a sportturisztika területén is, hiszen a város csak egy 25 méteres uszodába mert gondolkodni, hiszen a mostani uszodánk is 35 millió többletkiadással jár. Miniszter úr azt mondta, hogy álmodjunk nagyot, gondoljunk nagyot, és építsünk egy 50 méterest, és ha beérnek a fejlesztések, akkor fenntarthatóvá válik, de mindaddig minimum 5 évig a kormány vállalta az uszoda megépültével az uszoda fenntartásának a költségeit. Mivel a városi programban, az előkészített programokban a második Rákóczi Ferenc volt általános iskola, a Népjóléti Képzési Központ oktatási szárnya, a Népjóléti Képzési Központ vendéglátó szárnya is megújul. Még egy üresen tátongó épület van a belvárosban, ez a régi karanyszálló, amelynek a fejlesztésére is tettünk javaslatot. A József Attila művelődési házzal egyetemben egy 4 milliárdos csomagról volt szó. Ezt miniszterelnök úr nagylelkűen megemelte, és azt mondta, polgármester úr, gondoljanak nagyot, ez a csomag akár 20 milliárdos is lehet. Gondolják át a belváros funkcióba való átépítését, hogy ténylegesen egy modern, megyei jogú város és regionális központhoz méltó szolgáltatásokra, mind művelődési ágon, mind turisztikai ágon, mind konferenciágon, mind pedig amíg pluszba ide települő nagyvállalatok, befektetők üzletkörének szállásolására alkalmas hely nyílhasson. A civilekkel való korábbi egyeztetések során került be a programba az egyház ingatlanok felújítása. És ebbe a város vezetése elszánt. Miniszter elnök úr itt is gáláns volt, és azt mondta, hogy akkor ne egy templomot, hanem a városba lévő hívők számára vizsgáljuk meg, hogy a templomaink, a város templomai milyen állapotban vannak, és azokon milyen felújítások
dolgokat kell megtenni. A tömegsportfejlesztés egyik eleme már egy korábbi TAO pályázatban is szerepelt. Ez most átkerült ebbe a csomagba. A régi öblösüveggyári pálya megújul, műanyagborítás kap, egy kisebb lelátóval és a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel ki tudja szolgálni egyrészt a focit, másrészt pedig azon városban élők igényét, akik szabadidejükben futással, kocogással töltik el. A Tóstrandi sportfejlesztési csomag a kezdtelésből sportolók és a professzionális sportolók igényeit is figyelembe veszi. 21. századnak megfelelő orvostudománnyal megtámasztott sportrekreációs és versenysportra felkészülési bázist szeretnénk kialakítani. Azért, hogy egyrészt ezt az intézményrendszert az ország más részéből idejövő versenysportolók tudják használni, és az épületek fenntartásába pedig nagymértékben be tudjanak segíteni. A fejlesztési területek több pontban is érintenek magántulajdont. Vannak területek, amik önkormányzati tulajdonban vannak, amik állami tulajdonban vannak területek, amik magántulajdonban vannak. Természetesen a fejlesztések megkezdése előtt korrekt tárgyalásokat kell folytatni, és hát ezt majd nem tudom, hogy nem szeretnénk, hogy árfelhajtó ereje lenne a történetnek. Mi azért bízunk abban, hogy az itt élők, akár tulajdonosok is ugyanolyan elhivatottak Salgótarján jövőjéért, mint mi. A miniszterelnök nem támogatta Salgótarján anyagkutató központjának terveit, és kikerült a programból a járműipari fejlesztésre vonatkozó elképzelés. Ezeknek egy része az ipari park zöldmezős területére voltak tervezve, ezért nem volt a vásárlásba beépítve, de miniszterelnök úr támogatásával a területeket mégis megvennénk, mert van több apró terület, de ha azokat összetoljuk, akkor sokkal könnyebben kiajánlható befektetők számára, mint ha több tulajdonossal kell tárgyalni itt hektárok összetologatásába. A barna mezős területeknél is csak nagyjából becsült érték ez a 40-50 hektár, a zöld mezőnél is jelen pillanatban becsült érték ez a 12 hektárnyi terület, ez szerintem akár 10-10 hektárral is lehet nagyobb terület. Az új buszpályaudvar helyszíne a kereskedelmi iskola melletti volt bányász kolónia helye lesz. A főiskola épületébe onkológiai központ létesül, de hogy hová kerül a jégcsarnok és milyen nyomvonalon halad a várost elkerülő út, az még nem ismert. Említettem, magán a 21. tárgyalás folyamatában miniszterelnök úr ott ajánlott meg a városnak több dolgot. Egyik ilyen a várost elkerülő kétszer-két sáva határig, aminek a nyomvonala nem ismert. A nyomvonalát majd az állami fejlesztési ügynökség fogja megkeresni. Ez a része abszolút az ő feladatuk lesz. A sportrekreációs területek, amikről említést tettem az előbb, ez a Tóstrand és környéke. A magával, a jégpályával vagy a jégcsarnokkal miniszterelnök úr 21-én említette, még tovább lépési terveink nincsenek, e tekintetben a munka most fog kezdődni. A tervek ütemezése még ebben a hónapban elkezdődik. Először a területrendezés indulhat meg, de egy éven belül több mindenhez is hozzá lehet fogni. Ütemezés szempontjából az első és legfontosabb, hogy a Rákóczi volt általános iskola felújításra kerüljön, és oda át tudjon költözni az egészségügyi, kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola. Mert átköltözött, utána szabadul fel a hely, utána jöhet a tömegközlekedésnek azon ágának a fejlesztése. Ez mellett viszont már épülhet a tanszáló tankonyha a középiskolának. Mellette együtt, hogyha az Óbudai Egyetemmel most két héten belül ismét leülünk és tárgyalunk, hogy a Népjóléti Képzési Központ oktatószárnya hogyan újul meg, mivel tudjuk megtölteni. Amúgy oktatás tekintetében
a Óbudai Egyetemen kívül a Szemelyvesz Orvostudomány Egyetemmel is, és a Testnevelési Egyetemmel is Mocsai Lajoson keresztül tárgyalásban vagyunk, hiszen az a sportrekreációs fejlesztés, és nem elég csak falakat építeni, meg technikai eszközökkel felszerelni, de egy nagyon komoly tudásállomány is kell, aki azt majd működtetés mozgásba tudja hozni.